Jó napot kívánok, szervusztok, akivel ilyen viszonyban vagyok itt a sajtó képviselő részéről. Nyilvánvaló, hogy a mai meghirdetett sajtótájékoztató célja az, hogy bemutassam, illetve bemutatkozzon Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje. Nem árulok el nagy titkot, április 12-én önök nagyon jól tudják, hiszen közéleti újságírással foglalkoznak, időközi országgyűlési választás lesz. Ugye ez egy hárompólusú körzet, Ajka, Tapolca és Sümeg, és mellette ugye a jó néhány kis település az új választási rendszernek megfelelően, pont azért, hogy arányos választókerületek jöjjenek létre. Ezt a választókerületet képviselte Lasztovica Jenő barátom, aki mellettem is ült a parlamentben. Ő 17 évig méltó módon tisztességgel képviselte ezt a térséget, és mi úgy gondoljuk, hogy sikerült méltó utódot találni Fenyvesi Zoltán személyében, aki hasonló módon, tisztességgel, becsülettel, sok munkával képviselheti majd az elkövetkezendő időszakban reményeink szerint ezt a térséget. Ugye már volt egy jelölti bemutatkozás, de most szeretnénk a tapolcai környéknek és Tapolca városának is a jelöltet bemutatni. Mindannyian régóta ismerjük őt, én magam is a Fideszben, tanárember, és hát ugye kiérdemelte azt is a munkájával, hogy iskolaigazgató legyen. Sok ezer diákot tanított, és hát ahogy az aláírásgyűjtés során tapasztalhattuk, mindig is az jött vissza a polgárok részéről, ja, Fenyvesi tanár, őt ismerjük, az egy nagyon rendes ember. Úgyhogy, és alá is írtak az ő számára. Úgyhogy visszaigazolást kaptunk arról, hogy reményeink szerint jó jelöltet sikerült választani. De ő nem csak tanárként élt az emberek nyelvén, a diákok nyelvén, hanem részt vesz a közéletben is, hiszen hosszú ideje már közéleti szereplő. Úgy gondolom, hogy a közéleti munkája is arra predesztinálja, hogy őt indítsuk itt az időközi választáson. És hát miért ő, és hát mi a feladat, ugye ez a jövőt illető fontos kérdés. Mi úgy gondoljuk, hogy ő ki fog állni ugyanúgy, ahogy az előző képviselőtársunk, az itt élőkért, folytatni fogja velünk együtt, én mint parlamenti képviselő ezt mondhatom, azt, hogy a foglalkoztatás politikában elért eredményeket továbbra is folytatni tudjuk. Gondoljanak csak bele, hogy Veszprém megyébe mintegy 60%-kal 9100-ra csökkent a munkát keresők száma, több mint 20 000-ről az elmúlt 4 esztendőben. Ennek része az, hogy a komoly kormányzati, politikai és egyéb eszközökkel sikerült ezt leszorítani, hiszen a fiatal munkavállalók, a munkavédelmi akciótervén, ezeket nem sorolom fel, hiszen ezekben már jó néhány esetben találkoztunk ezekkel a programokkal. És hát ugye a cél az, hogy a keményen dolgozó embereket képviselje a parlamentben. Tehát az egyik a foglalkoztatás politika folytatása. A másik, hogy azért mégiscsak arra van szükség, hogy olyan képviselője legyen a térségnek, akik hajlandó és képes is együttműködni a kormányzattal. Tehát aki nagy hangzatos szavakkal előírja, hogy miket kell tenni egyébként a magyar kormánynak, és kevésbé hajlandó együttműködésre, annak nehezebben lehet képviselni bármilyen fontos érdeket is. Aki pedig hajlandó és képes is az együttműködésre, ez nyilván én, mint kormánypárti képviselő mondom, ez sokkal könnyebben megy. Ez is egy fontos része a jövőnek, tehát ezt is végig kell gondolni a választópolgároknak, hogy ilyen képviselőt kell majd választaniuk a mi megítélésünk szerint. És elindultak beruházások a térségben, ezeket folytatni kell, és ezeknek a beruházásoknak egy jó lobbistája, hogy kell legyen
Fenyvesi Zoltán, illetve az újaknak is idézőjelbe téve meg kell ágyazni, hogy azok is aztán elinduljanak és lehessen azokat is folytatni. Ez mind a helyiek érdekét szolgálja. És hát ugye vannak olyan programjaink, amik eddig is folytak, és a jövőben is folytatódni fognak, ilyen a banki elszámoltatás, abban fontos az együttműködés. Béremelés programokat indítunk el. Ugye az idén elindult a rendvédelmi dolgozóknak a béremelése, tehát a honvédeknek, illetve a rendőröknek. Szociális ágazatban készül egy életpályamodell, illetve a közszolgálati dolgozóknak is 2016 nyarától tervezzük. Ebben is fontos az együttműködés. És ugye elindul szeptembertől egy új olyan óvodáztatási program, amely azt jelenti, hogy minden 3 évet betöltött kisgyermekek óvodába kell járni. Ugye ez a felzárkóztatási program része, illetve ennek van még egy nagyon fontos eleme, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, hogy minden kisgyermek legalább 3-szori étkezést kap az óvodába, ez 60%-ban az állam fedezni fogja ezeknek a gyermekeknek az étkezését. Gyakorlatilag nem lesz éhező kisgyermek 3 éves kortól, mert az óvodában ellátást fognak kapni. Elindítunk egy új otthonteremtési programot, nem csak az új lakásokra, hanem a használt lakások vonatkozásában, illetve lesz egy adókedvezmény program, ami a családi adókedvezménynek a bővítését fogja jelenteni az elkövetkezendő időszakban. Én ezeket javasolnám a polgárok számára figyelembe venni, azt, hogy ennek méltó és együttműködő képviselője lesz Fenyvesi Zoltán, amennyiben elnyeri a bizalmat. És ha végig gondoljuk azért az ellenfeleket, ugye van egy helyi ellenfél, a tapolcai jobbikos ellenfél, aki ugye azért elég szélsőséges nézeteket vall. Nyilván most eljött a választás, azonnal levette a netről azokat a szélsőséges nézeteket, amik nem egy európér magatartást mutatnak az ő részéről, de nyilván választás van, álságos magatartás, levesszük, aztán ha mégis netán nyernénk, akkor majd újra visszatérünk azokhoz. Szerintem ez nem jó, az ilyen szélsőséges hangvétel, ez nem illik az európai rendbe, meg a magyar rendbe sem. A másik ellenfél az pedig hát régi baloldali ember, szakszervezeti tisztségviselő, ahogy szokták volt mondani, álláshalmozó, jó néhány szakszervezeti bizalmi, akkor talán önök lehet, hogy nem is tudják, tagja volt ugye a MAL felügyelőbizottságának, és ugye azért ezekből az állásokból elég jó pénzt lehetett hozni, és hát ugye látjuk, hogy mi történt a MAL ZRT-vel. Ő, mint érdekképviselő, megkérdőjelezhetjük, hogy egyébként, mint felügyelőbizottság mit tett azért, hogy mondjuk a katasztrófa ne következzen beadott esetben. Tehát úgy gondolom, hogy figyelni kell még arra is, hogy ki mit kínál, vagy ma mit mond, és mit tett az élete során. Ha most a szocialista jelöltből indulunk ki, hát mégiscsak az ő idejük alatt duplázódott meg az államadósság, lett jelentős a munkanélküliség, magyarul tönk szérére került az ország, onnan kellett felállnunk komoly erőfeszítésekkel az elmúlt időszakban. Tehát azt szeretném végezetül mondani, hogy mindent figyelembe véve végig gondolják az általunk nyújtott ajánlatot, azaz Fenyvesi Zoltánt a polgárok számára, vagy akár a bal vagy a jobboldali szélsőségek közötti választást, akkor én jó szívvel tudom ajánlani a választópolgároknak Fenyvesi Zoltánt az életútja miatt, a személyisége miatt, a közéleti szereplése miatt. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy mai közkeletű szóval jó terméket ajánlunk a polgároknak. Akkor legyenek. Te jössz, én befejeztem. Köszönöm szépen a kedves figyelmüket, és akkor Zoltán parancsol. Köszönöm szépen.
Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és a sajton keresztül a választópolgárokat, az itt élő embereket. Ajkán születtem, Ajkán nőttem fel, most is Ajkán élek, itt alapítottam családot, itt dolgozom. Ez a vidék az otthonom, és szeretnék ezért a vidékért tenni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan képviselőnek lehetek az utóda, hogyha április 12-én a választópolgárok is úgy döntenek, aki szívvel, lélekkel, becsülettel dolgozott ezért a vidékért, életét ennek a településrésznek, ennek a megyének, ennek az országnak áldozta. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy szóba kerülhettem, és az ő utódaként szóba jöhettem. Az elmúlt időszak kemény erőfeszítései során Magyarországon 3%-kal növekedett a gazdaság, azt lehet mondani, hogy szinte 0%-os az infláció, jelenleg is zajlik a banki elszámoltatás, és mintegy 400 új munkahely jött létre az elmúlt időszakban. Ezek olyan eredmények, amelyeket bátran fel lehet vállalni, és én is bátran felvállalok a programomban, és tovább is szeretném ezeket vinni. Ennek a térségnek, Tapolcának is rengeteg új projekt jutott, és ez a térség is fejlődés útjára lépett, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok beruházás valósulhatott meg, illetve indulhatott el ebben a városban, ebben a térségben is. Gondolok itt elsősorban a belváros megújítására, a Tapolca-Sümely közötti út megépítésére, felújítására, a Tavas-Barlang látogatóközpontá bővülésére, városi strand rekonstrukcióra, és nem utolsó sorban a 2,3 milliárd forintos kórházi beruházásra. Ezek valamennyien olyan projektek, amelyeket Lasztovica Jenő képviselő úr indított el, ő bocsátott útjára, és ezek a projektek még az előző városvezetés idejében indulhattak el és valósulhattak meg egy része, tehát a mostani jelenlegi városvezetés még ezekből a projektekből él. Én támogatom azt is, hogy az elkövetkezendő időszakban sikerüljenek ezeket a projekteket befejezni, fejleszteni, illetve új munkahelyeket sikerüljön létrehozni, új munkahely teremtő projekteket tudjunk itt a térségben és a városban is megvalósítani. Programom két fő elemre bontható. Az első a munkahelyteremtő beruházások támogatása, és ezeknek a minél több idehozatal a térségbe és a település részre. Tudjuk jól, hogy hatalmas Európai Uniós fejlesztés előtt áll az ország, és azt gondolom, hogy ha ez a település rész, illetve ez a környék nem tud ebből minél többet megvalósítani, akkor hosszú-hosszú időkre fejlesztések nélkül marad a település, és vissza fog fejlődni, mint Tapolca, mint Ajka, mint Sümeg, és az egész választókerület. Én ezért fogok dolgozni, hogy minél több ilyen projektet sikerüljön továbbra is a városba hozni, és a Tapolcára hozni. Makacsul fogok dolgozni az egészségügyi fejlesztésekért, az oktatási intézmény átalakítása kapcsán a bölcsődei férőhelyek bővítéséért, az óvodai helyek bővítéséért, az iskolák fejlesztéséért, az úthálózat korszerűsítéséért, a kerékpárutak bővítéséért és a laktanya projektért, hiszen nagy fontos feladat, hogy a laktanya ipari parkká bővülhessen. Programom másik sarkalatos pontja, hogy a keményen dolgozók terhei is csökkenjenek. Fel fogok sorakozni azon kormányzati politika mellé és azon projektek mellé, amelyek támogatják a béremeléseket, az adókedvezményeket, illetve támogatják az óvodai, bölcsődei fejlesztéseket, az otthonteremtési programot. Április 12 mérföldkő lesz ennek a település résznek, illetve ennek a választókerületnek az életében is, hiszen arról fogunk dönteni, hogy sikerül-e újabb munkahelyteremtő projekteket megvalósítani, és jelentősen csökkenni fognak-e a korán kelő magyarok terhei, és javulnak-e az ő életkörülményeik. Én készen állok erre a feladatra, és nagyon remélem, hogy április 12-én sokat fogok tudni tenni ezért a település részért, ezért a választókerületért. Az elkövetkezendő napokban ki fogunk menni minden településre, minden választóval megismerkedhetünk, és én arra kérem a választópolgárokat, hogy jöjjenek el minél többen a fórumjainkra, mondják el véleményeiket, javaslataikat, hogy ezeket be tudjuk építeni a programba, és dolgozni tudjak ezért a település részért, illetve ezért a választókerületért. Köszönöm szépen!